én szeretek rácsodálkozni a világra. Biztos első legjobb benyomásokat a saját családom okozta, tehát nagyszüleim, édesanyám, nagybátyáim, tehát együtt nőttünk fel, egy ilyen jó kis team volt a miénk. És ugye emlékszem, hogy például a nagyapám olyan 13-14 éves voltam, és húsvét tájékán, húsvét előtt kezembe adott egy bicskás, azt mondja, szúrd le ezt a bárányt. Mondom, hogy de miért? Szóval azért férfi legyél. És azért tud megbecsülni a tányérbe az ételedet. És igazából én akkor értettem meg, hogy végül is az a falat, ami ott a tányéromban van, azért valaki életét adtam. És én azt fontos, hogy megbecsüljem. És azt gondolom, én azóta tényleg nem pazarultam, vagy hogy mondjam, játszottam az étellel, hanem komolyan vettem. És voltak az öreg úrnak ilyen nagyon frappáns, rövid, tömör mondatai, amik úgy mai napig ott vannak a szívemben, hogy fiam, egy 100 kilós disznóból nem lesz 100 kiló kolbász, ne idegeskedj. És az, hogy azért sok mindent ugye helyre rakott, tehát hogy igen, én szerencsésnek érzem magamot, mert édesapámtól semmit nem örököltem, tehát ilyen fogható dolgot, de örököltem azt, hogy büszke lehetek rá. Mert hogy mondjam, véleményét mertem vállalni, kimondani. Anyám, hát volt a legkedvesebb munkatársam, tehát hogy mondjam, ő is nagyon közel, Isten juttassa, meghalt. Aztán a ferences atyák is, hát most ha melyiket kéne felsoroljam, nem tudnám, mert nagyon vagány emberek voltak. Tehát ezek a, hogy mondjam, kommunizmus alatt megőrült és talprált és kitartó emberek, tehát nagyon fel tudtam nézni rájuk. Például Albert atya, emlékszem, egy pünkösdi búcsa, egy nagy, gyönyörű prédikációt mondott, és hát én ugye voltam, na, varázsolva, 24 éves voltam, akkoriban döntöttem el, hogy én is pap leszek, vagy talán pont ez a beszéd is segített, és emlékszem, ott a segrestjébe álltam, és jött kifelé, és hát úgy látsz, hogy potyognak a könnyeim, és odahajolt hozzá, és azt mondja, ügyelj, ne erős sírogassál, mert hogy mondjam, olyan kancsi vagy, hogy hátadra folynak a könnyek, és még tüdőgyulladásban meghalsz nekem. De tehát ez olyan komolyan, de olyan, hogy mondjam, és minden alkalommal ez a csipkelődés, ez a kötekedés, de ez a jó értelembe vévő évődés ott volt, és nem csak velem, hanem mindegyikkel, nem csak Albert atyától, hanem, tehát ezek mind így éltek, és jó volt látni, hogy igen, hogy most tényleg a kommunisták bezártak, vagy mindenféle keresztül, de hát attól mi nem mondanánk el egy jó viccet, és mi ne tartanánk ki. 33-ban írta Hanvas Béla, hogy a nagy kultúra az nagy örökség is. És nem csak azért, hogy élezzük az elődeink által nekünk adott kultúrát, hanem az a felelősségünk, sőt azt írja, hogy kötelességünk, hogy ezt vigyük is tovább. És valóban nem csak a nagy emberek hordozzák ezt a kultúrát, hanem a hétköznapokban is megvan. 27-28 éves koromig, ugye ez pont 88-89 körül volt, az még a úgynevezett szocialista korszakban volt, nem igazán láttam azt, hogy én hogyan tudnék hozzájárulni közösség életéhez. Mert ez a szocialista rendszer, ez egy rendkívül álnok rendszer volt. Ugye mindig azt mondták, hogy a közösségért teszik, és akkor látja az ember, hogy gazemberek mit művelnek a közösség nevében. És utána szerencsére jött a rendszerváltás, lehetett dolgozni, és úgy valahogy minden értelmet kapott. És akkor egyszer olvastam egy indiaitól olvastam először, de aztán kiderült, hogy a nyugati kultúrában is benne van, hogy van az életnek alapvetően 4 szakasza. Az első szakasz, 20-25 év, amikor az ember tanul. Amikor szívja magába tárgyi ismereteket, mestereitől, szüleitől, tanítóitól a dolgokat, hogy fölkészüljön az életre. És akkor van a második szakasz,
amikor mindezt a tudást, hogy mondjam, mozgásba lendíti. Dolgozik, családot alapít, neveli a gyerekeit, foglalkozik a gazdasági dolgokkal, házat épít, gondoskodik a szeretteiről. Utána van egy harmadik szakasz, ugye akkor már 50 éves az ember, amikor már felnőttek a gyerekei, átadja, vagy átadja a vállalatot, vagy átadja a szakmáját, megtanítja valakit, ő is már mester, térdre ülteti az unokáját, hogy mi az, amit itt tanulságként ugye egy kicsi gyereknek el tud mondani, ők mindig kérdezgetnek. És akkor van az utolsó szakasz, amikor az ember már leül, és elkezd gondolkodni, összegezni. Ugye az indiaiak azok azt mondják, hogy az ember elrendezi a dolgát Istennel. Amikor MOL elnök voltam, akkor az volt az életem legaktívabb szakasza, 37 éves voltam. És próbáltam oda csábítani ilyen tapasztalt 45, 50, akár 60 éves embereket, akik az életben, a szakmáikban akár olajmérnök, geológus, vegyész, finomítói mérnök. És mondtam én mindent, hogy fú, de klassz lesz, egy nagy vállalatot építünk, hogyha jól dolgozol, akkor kapsz prémiumot, anyagilag is jól jársz, a vállalat is, a világból bárhonnan hozunk embereket, felépítünk egy nemzetközi kultúrát, Texasból hazahozom a magyarokat, Belgiumból hozok pénzügyi igazgatót, milyen is. Tehát előadtam a szokásos szöveget. És mindenki mondta, hogy hű, ez klassz, és akkor mérlegelgette, hogy a mostani helyéhez képest hogy van. De éreztem, hogy nem tudok áttörni. Tehát jöttek az emberek, de valami hiányzott. És egyszer nem gondolkodtam rajta, de az bukott ki belőlem, éppen a vezérigazgatót, Mosonyi Gyurit csábítgattam, aki akkor a Shell Közép-Európának volt a főnöke. Hogy tudom én ide csábítani, mikor milyen kevés esély van arra, hogy tényleg a MOL-ból nagyvállalat lesz. Ő akkor 50 éves volt, 13 évvel idősebb volt, mint én, és Gyuri mondta, hogy hát, olyan jól van ott, milyen esély, és akkor mondta neki, hogy de mondom, nem gondolkodtam rajta, hogy mondom, Gyuri, itt vagyunk, 1999-ben. Te az életed teljében vagy, 50 évesen. Tehát minden tapasztalatod megvan. Az egész világot bedolgoztad. És mondom, és itt van ez a lehetőség. Most lehet, hogy kicsi az esély. Mondom neki, képzeld el, hogyha itt ülsz 20 év múlva, és itt ül az unokád a combodon, és azt kérdezi tőled, hogy nagypapa, miért ilyen ez az ország? Miért ilyen ez a világ? És akkor te azt mondod, hát tudod, elmagyarázod neki racionálisan, hát tudod, tömegtársadalom van, infláció van, energiaárak növekednek, és akkor hát ilyen, sajnos ilyenre sikerült a világ. Megkérdezed, és mindig ilyen volt? Hát nem, lehetett volna más is. És nagypapa, te mit csináltál egész 1999-ben?